Köszönöm szépen! Tisztelt konferencia, hölgyeim és uraim! Megköszönöm a megtisztelő felkérést a konferencia megnyitására. Úgy szólt a konferencia programtervezetet, itt személyes élményekkel kell kezdeni. Koronánál fogva nem lehet Erasmus személyes élménye, bár az Erasmus egy régi program, de hát még nem voltunk tagok. Úgyhogy egy ilyen Erasmus közeli élménnyel szeretném kezdeni, mert ösztöndíjasként sikerült tapasztalatot szereznem, és szakmai tapasztalat is szereznem a belga sörökről. A belgiumi kisvárosokban a forgalommal szembeni kerékpározás extrém sportjából, és azt kell, hogy mondjam, hogy életre szóló szakmai barátságokat is kötnöm. 2 hónap alatt Leuvenben, a Leuveni Katolikus Egyetemen egy ösztöndíjjal, amelyik egyetem egyébként legutóbb Európa leginnovatívabb egyeteme címet nyert el, és közben még sikerült a diszertációmat is befejeznem, tehát ez egy ilyen win-win helyzet volt. Szakmai fejlődéshez hozzájárult, a kapcsolatrendszer kiépítéshez, egy nemzetközi közösségben, csoportban való tapasztalatszerzéshez és a nyelvgyakorláshoz is, miközben a tanulmányom is haladtak előre, tehát, és ott találkoztam egyébként először Erasmusos diákokkal. Azt gondolom, hogy mindenki hozzájárult a szakmai és emberi gyarapodásomhoz is, ezért is gondoljuk, hogy az ilyen élmények nyomán, gondoljuk úgy, hogy az Erasmus program a világ legnagyobb mobilitási programja, a 30. születésnapját, aminek a 30. születésnapját ünnepeljük, az Európai Unió egyik legsikeresebb kezdeményezése. És fontos is ezek az ünnepek, hiszen viták folynak az európai intézmények egyes aktuális javaslatairól, talán néha intenzívebben is, mint szeretnénk, de közben nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy azok a vívmányok, azok az alapértékek, amelyek közösen vallunk, és azok az eredmények és szakpolitikai döntések, amelyek működnek és előnyeit élvezzük, milyen sokat jelentenek a gazdaságban, oktatásban, a fejlesztésben és különböző területeken. Tehát a mai alkalom az egyik lehetőség arra, hogy emlékeztessük magunkat az egyik ilyen vívmányra, ami talán a mindennapokban természetesnek tűnik, de rendkívül fontos, és az Európai Unió egyik fontos eredménye. Az elmúlt 30 évben nagyot nőtt ez a program, hiszen kezdetekkor 11 országgal indult, ma már 33 országra bővült, tehát az unión kívülről is, unión kívüli országok is részt vesznek. Az unión kívüli országok partnerországként csatlakozhatnak a programhoz, ma összesen 169 partnerország, gyakorlatilag az egész világ tagja az Erasmusnak. Talán az egyik legismertebb, legsikeresebb európai uniós program, 87-es indulása óta több mint 9 millióan élvezhették az úgymond uniós ösztöndíj előnyeit. Míg a program indulási évében 87-ben 3244 ösztöndíjas volt, az Erasmus Plus program 2015-ben már 640 000 hallgatót, szakképzésben résztvevő fiatal, önkéntes, pedagógus, edző, ifjúságsegítő támogatott. Ebből is látszik, hogy már korán sem csak hallgatói csereprogramról van szó. Magyarország 97 óta vesz részt az EU által támogatott oktatási programokban, az Erasmus programból, hazánkból 66 000 egyetemi főiskolai hallgató tanult külföldön, de a transprogramokkal együtt már majdnem 230 000 magyar oktató, önkéntes vagy gyakornok kapcsolódott be. Ugyanakkor Magyarország is egyre vonzó célponttá vált, azt gondolom, hogy ez is rendkívül fontos, a saját élményét megosztottam, de nagyon fontos, hogy milyen élményeket szerezzenek külföldi hallgatók és európai, vagy néha akár Európán kívüli partnerországból érkező hallgatók Magyarországon, és a Magyarország egyetemek színvonalas munkáját is elismeri az, ha jól idézem fel, akkor az ELTE, Corvinus és a Szegedi Egyetem, a dobogósok a fogadó egyetemek közül jó hírét veszik, nem csak Budapestnek, hanem a vidéki egyetemi városoknak is, és szerintem akik itt ilyen élményeket szereznek és gazdagodnak, Magyarország jó hírét viszik, azok szívesen térnek majd későbbiekben vissza hazánkon. Ahogy önök is tudják, a 2014-es év mérföldkő volt az Erasmus program életében, több programmal is kiegészült, aminek eredménye az Erasmus Plus lett, ide tartozik többek között a mester és doktorandusz képzés, az Erasmus program fiatal vállalkozók számára, és az Európai Bizottság az idei évben kiegészíti az Erasmus-t az Erasmus Pro programmal, amely az ipari tanulók, gyakornokok hosszabb ideig tartó külföldi munkai gyakorlatát is támogatja. Az Erasmus által támogatott projektek arra ösztönzik a szakképzésben résztvevő fiatalokat, hogy a külföldi élményekben erőt merítve befejezzék a tanulmányaikat. A program eredeti koncepciója az volt, hogy a diákok, tanárok, egyetemi oktatók ugyanolyan szabadon mozoghassanak az európai egyetemek között, mint ahogy azt Erasmus tette annak idején a reneszánszkorban. Az elmúlt 30 év tapasztalata bebizonyította, hogy az Erasmus ösztöndíjas hónapok sokkal többet jelentenek a külföldi tanulásnál. A programban résztvevő fiatalok tökéletesíthettek egy vagy akár több idegen nyelvet, próbára tehették magukat és a tudásukat egy másik oktatási rendszerben, egy másik kultúrában, egy interkulturális közegben, eltérő nézőpontokat ismerhettek meg, nemzetközi szakmai kapcsolatok, barátságok, vagy akár szerelmek is szövődhettek. Utóbbira gyakran emlegetett szép példa, hogy a becslés szerint 1 millió Erasmus bébi született, nem pontosan tudjuk, hogy milyen tudományos elemzés vagy empirikus kutatás révén és milyen módszertannal állapították meg ezt a számot, de ezután is gratulálok minden érintettnek. Az Európai Bizottság magyarországi képviselete, tehát a képviseletünk legutóbbi Európa napi fotókiállítása és olyan magyar és külföldi vegyes családokat mutat be, ahol a párok Erasmus ösztöndíj alatt ismerkedtek meg, és közül többen is hozzájárultak ehhez az 1 milliós számhoz. Minden bizonnyal egyébként ez az egyetlen uniós program, ami még a mozivásznak is meghódította, Roberto Espagnol című filmtrilógián keresztül sokan ismerhették meg ennek a programnak az előnyeit, szépségeit, és belekóstolhattak az Erasmus-os életérzésbe. Sokak számára tehát a programban való részvétel nagy lépést jelent az önállósodás útján is. Sokan először próbálhatják ki magukat nemcsak egy idegen országban, de az önálló felnőtt életben is. Ez olyan létfontosságú képességek, kulcskompetenciák alapját teremti meg, mint az önállóság, magabiztosság, kommunikációs készség, rugalmasság. Mindezek a szakmai életben is elengedhetetlenek. A statisztikák is bizonyítják, hogy a programban résztvevők előnyösen indulnak a karrierjükben, hiszen a végzett Erasmus hallgatók nagyobb eséllyel találnak munkát hamarabb, sikerül elhelyezkedniük, sőt, a kezdő fizetésük is magasabb ezen statisztikák szerint. Az Erasmus program szakképzést végző résztvevői közül minden harmadik munkaajánlatot kap a tanulmányok lezártával, attól a vállalkozástól, amelyben a szakképzés zajlott, és minden tizedik saját céget alapít. Fontos kiemelni, hogy aki az Erasmus élményt átélte, az az európaiság élményét is átélte. A nemzeti identitás mellett egy másik fontos tapasztalással is gazdagodott, hogy Európa a lehetőségek, a szabadság, az oktatás, a sokszínűség kontinense. Nemrégiben írták alá az Európai Unió vezetői, a tagállamok vezetői, az európai intézmények vezetői a Római Szerződés 60. évfordulóján a Római Nyilatkozatot. Ebben a nyilatkozatban a résztvevők elkötelezték magukat amellett, hogy egy olyan uniót szeretnének építeni a következő években, ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek, és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát. Ennek megfelelően biztos számíthatunk arra, hogy az Erasmus Plus program továbbra is az Unió egyik kiemelt programja lesz. Az Erasmus Plus számára 2014 és 2020 között közel 14,7 milliárd euró áll rendelkezésre az uniós költségvetésből. Ebből csak Magyarországnak szánt támogatás összege több mint 280 euró. Az Erasmus Plusnak köszönhetően ebben az időszakban mintegy 4 millió európai, közülük várhatóan kb. 110 000 magyar folytathat majd tanulmányokat, dolgozhat és tanulhat külföldön. Azt gondolom, hogy ezek eléggé meggyőző számok. Van okunk tehát ünnepelni, mind az eddigi eredmények alapján, mind pedig a tervek is azt mutatják, hogy folytatódhat ez a sikeres program. Szeretnék ezúton boldog születésnapot kívánni az Erasmus programnak, és külön ki szeretném emelni a Tempus Közalapítványnak a munkáját, amely nagy szakmaisággal, hozzáértéssel, de ennél sokkal többen lelkesedéssel viszi az Erasmus ügyét Magyarországon. Gratulálok az alapítvány vezetőinek és minden munkatársának, további sok sikert kívánok nekik, nekik is boldog születésnapot kívánok, és közös az ünnep. Isten éltesse sokáig az Erasmus programot. Köszönöm szépen!